Sziasztok, Nacsonyok, és itt vagyok újra egy Direwolf-os videóval. Szóval a közt nagyon sokat bányáztam. Ez annyit jelent, hogy... Levesszük a hangot. Ez annyit jelent, hogy az XP csíkomon láthatjátok, hogy 35 és valami. Itt egy kis föld van. Illetve egy fa, néhány növény. Itt vannak ilyen más. Itt vannak a ércek. Itt ilyen semmi, és itt pedig még ilyen por, vagy nem tudom, hogy ilyen kisütött dolgszerűség, de még sok kell őket kisütni, értek. És ez pedig is. Szóval... az a zene. Na. Szóval a mai részben újra szeretnék egy kicsit dolgozni, ez annyit tesz, csak hogy szeretnék először is egy ilyen Mysterious Magnetet gyártani. Ez viszonylag olcsó cucc, kell az egy Diamond és egy ilyen Dimension Singularity, amihez pedig Eye Fender kell. Eye Fender az kell Blaze Rod. És miért ilyen hülye hangok jönnek. Szóval az Eye Fenderhöz kell nem más, mint Blaze Rod. És a Blaze Rodot pedig nem máshol találjuk meg, mint lent a bányában. Lent a Netherben. Szóval nekem kell mennem bányába, hogy szerezzek obszidiánt ahhoz, hogy lemenjek a Netherbe, és szerezzek Blaze Rodot. Úgyhogy most megyünk egy kicsit obszidiánt szerezni, és jövök is vissza. Csak valahogy így gondolkoztam rajta, hogy igaz, hogy van gyémánt csákányom, és azzal is szedhetném ki a dolgot. Viszont... hoppá, csináltam, nyomtam meg. Van egy modolt megoldás is rá. Van a Thermal Expansionben az Autonomous Activator nevű dolog. Ha így fogom, akkor elvileg nem adja oda, jó. Ami nem valami sokáig tart, megcsinálni kell az egy chest, egy piston, teen és pneumatic servo, mész kell üveg, reston és iron. Igen, üvegünk az nincs, viszont itt van homok. Egyelőre csak kettő kell, úgyhogy kettőt fogok kisütni. Így, ezt berakjuk ide. És előkészítjük. Szóval, meg kell hozzá... egy reston, kettő plusz... egy... szóval ebből is kell még egy. Jó. Aztán kell hozzá négy. Négy, jó. Kelleni fog hozzá egy fa. És kell fog még kettő darab tin. Illetve egy chest, ami pedig itt van nekem. Remek, szóval akkor kezdjük is innen. Aztán ezt. Aztán az egészet. Jó, hogyha ezt itt letesszük, akkor így elkezd klikkelgetni. Így be lehet rajta állítani, hogy right click vagy left click. Be lehet rajta állítani, hogy nyomja közben a shiftet vagy elnyomja. Be lehet állítani, hogy ő csak az első slotból használja a dolgokat és a... azt is, hogy a ezen a szinten egy szinten lejjebb, vagy egy szinten följebb, és hogyha ezt itt beállítom, és adok neki egy ásót. Nem. Nem. Egy földdel mondjuk megoldom. Ide rakom elé, adok neki egy ásót, akkor ez itt szépen szétüti, és engem is széttüt vele.
hogy ezt jó ötlet felszedni. Igen, mint láthattátok, jó lassan szedem föl, ez... Na, könnyen kiköszönhető dolog. Csupán egy dolgot kell hozzá csinálnom. Ez pedig nem más, mint egy... Hammer. Mégpedig... Nem hammer? De, hammer. Crescent hammer. Ami nem más, mint iron és tin. Amit így megcsinálok, illetve még egy dolgot szeretnék. Ezt a crafting table-t felszedem, belerakom újra a crafting table-be, egy crafting station-t kapok. Ami egy ilyen Tinker's Constructor-s dolog, ugye... és a mellettőből is tudja nézni. Ugye, hogyha a rendes crafting table-be így belerakom, akkor így kidobná nekem a cuccot, ez így szépen megtartja, és ki tudom belőle aztán újra venni. Szóval most nézzük meg, shift-click, és így felszedjük egyszerűen, mint valami gépet. Szóval akkor hozok egy kis obszidiánt, és jövök is vissza. Mivel tudom, hogy még úgyis a jövőben kellene fog obszidián, ezért egy kicsivel több mint 3 stacket hoztam, ugyanis egy lávatóból kereken ennyit tudtam kiszedni. Szóval ezt nem tudom, mondjuk ide tegyük, és ez a 12 leveni is fog nekem. Illetve ezt addig letesszük, amíg nincsen valahogy felállítva nekünk egy ilyen bázisunk. Hova akarom tenni a Nether portált? Azon gondolkozok. Valahova messzire a házamtól, hogy ne hallgassam azt, ahogy ott milyen hangokat adottam ki. Mondjuk itt jó is lesz szerintem. Egy kis copper, de nincs nagy oldalmas szükségem, úgyhogy ezt ott hagyom. Így, és marad is 2. Nem baj. Most egyet alszunk, annyi biztos, ugyanis nem akarunk rossz teremtéseket, hogy a házunk körül illetve még ezelőtt szeretnék egy flint and steel-t összedobni. Sose tudtam megérzni, hogy így. Oké. Okay. Mindig fordítva szoktam belerakni. Valamiért. Nem tudom. Szóval, miután aludtunk egyet, mehetünk is, és... Mi a különbség? Nem, nincs is nagy különbség sprintelés és sétlás között. Valahogy gondolom modokkal, hogy megoldották, nem tudom. Szóval... Netherbe. Kíváncsi vagyok, hol fog minket ledobni. Achievement get. Hát, 120 FPS-en van. Viszont megcsak downloading terén. Ami azt jelenti, hogy Netherben ne lepődjetek meg, mert olyan dolgokat fogtok látni, amit soha életben még nem láthattatok, nem láthattatok, ha csak nem játszottatok ebből a modpackkel. Íj, anyád! Mégis megúsztam. Mondjuk annyi, hogy tele van... Na, mi? Wither 2-t? Miért? Nehogy meghalljak. Annyi kell nekem, hogy ne halljak meg. Kösz. Wither Ward. Jó van. Nem mondtam semmit. Ez a Nether Ward, ami kell nekem. Az ott hozzá a szószendet is. És azt meg jól láttuk a rikat. Szóval itt vannak mondjuk fák is, és hasonló dolgok. Nem gondolkozok, hogy... De ezek a fák igazából nem gyulladnak föl. Szóval annyit akarok csinálni, hogy portál. Oké. Okay. Szóval itt mostantól van egy portálunk. És mondjuk megnézem, hogy milyen fák ezek. A zombi pigmán, jó. Megcsodálkoztam, hogy így jár. Velmark wood? Vagy mi ez? Hellbark wood. Nem ezt
lehet használni Wooden Helmet. Ez érdekes. Ennek is érdekes dolgok itt, illetve a csarkot is lehet belőle gyártani. Töké. Hol van az a guest? Mindegy, nem is akarom szerintem tudni. Szóval nézzünk egy kicsit körbe, ez mi? Minden meg akar ölni, arra készüljetek föl. Mit érek vele, hogyha van arra semmit. Viszont van itt quartz. És quartz az jó. Jó. És ez itt mi, kérem szépen. Ez itt. Hive block. És ez mit csinál velem? Megöl? Valószínűleg amúgy. Mire használjuk ezt? Égetőanyagként. Hát, oké. Okay. Ahogy akarod. Még több quarc most. Ugye quarc az nagyon fontos lesz nekünk a jövőben. Ti meg fogtok ölni. Miért van a nézésem? Aha, egyelőre még nem, de amúgy armor nélkül lejönni a netherbe, főleg ilyen modolt netherbe, eléggé merész. Dolog, nem ások magam alá, mert nem ások magam alá. Ja. De azért magam alá ások, nem baj. Most hol állok? Mindegy, nem is akarom inkább tudni. Itt, ez egy sátáni környezet. Ami már nem is hasonlít a netherre. Inkább mint a rendes világra, mert fák meg. Szerintem eléggé rossz ötlet volt ez a így megcsinálni. Mindenesetre nether volt, az kell nekünk, úgyhogy az szerint. És ezt meg kikerüljük megben. Szóval, te remélem nem tervezel engem megölni, mert ha igen, akkor én rosszul járok vele. Most veszem észre, hogy lent a netherben több FPS-en van, mint fönt. Szóval itt lent a netherben felvétel közben van ugyan 30-40 most. És a rendes világban meg, hát, kb. 20 és 30 között. Te miből vagy? Skyberry-bas, te kell lesz nekem, mert... Bás, akkor az biztos jó. Rád nem lépünk. Quartzot szedünk. The overgrown netherbe. Ez csak akkor. Ez is egy jó dolog, a flash. Ez chunks of flash. Ebből lehet csinálni rotten flash-t, hogyha nagyon éhesek vagyunk, és úgy ennyi. Jaj, illetve azt hiszem a rotten flashből lehet csinálni ami jó dolgokat. Cunning machine-ből, igen. Kisütni, és lehet belőle bőrt szerezni. Leggyorsabb kézzel. Úgyhogy ebből még ha furcsájátok is, szedek egy kis flash. Szóval igazából bőrt szerszek. Vagy nem? Vagy hogyan van ez a craft recept? Ja, kell hozzá még valamilyen, valami. És ezt hogyan craftoljuk, bitch? Poison Ivy. Hanem van, empty jar. Mondjuk nem éri meg nagyon. Jó, mindegy, néhányat azért vissza, hogy örüljön otthon. És még mindig nem találtam azt, ami után főleg keresek egy Nether Fortress-t. Illetve még Nether ércek is fontosak nekem. Ugyanis Nether ércekből is szeretnék létrehozni valami nagyon jót. Annyit elárulok, hogy a Tinker's Construct nevű modot fogom kihasználni. De legalább még nem volt meg senki amúgy. Ti se fogtok, remélem. Jaj, ne! Hallottam már előre. Ja. Te mit dobtál nekem? Flame string.
somewhat more durable than string, as ebből lehet csinálni mondjuk ezt bóvot. Nem tudom, mi íja. Most jutott csak eszembe magyarul. Jó, nem is sebződtem, tökéletes. Már megint gasztot hallok. Amúgy azt furcsálom, hogy most már működik a térkép, már előző részben nem nagyon működött, hogy előző részben egyetlen volt. Ja nem, bányászott közben valamiért ugolt, szóval ilyen tiszta feketességet mutatott, hasonló dolgok. És elvileg a Netherben nem kéne még semmit sem mutatni a ráadásul, és mégis működik. Fetek mit? Fetek nem megyek, ez felé viszont igen. Ez itt Skyberry-ba. Nem már jobb dolog. Igaz, hogy nem tudom úgy csak kiszedni ebből, amin van most. De húzzá haza. Hát csak ne a pigment üssön már. Nem lát, egy. Jaj, én oda akarok menni. Húzza anyádba. Remélem a... mi az? Koborsó, az úgy működik Netherben is. Nagyon reménykedek benne legalábbis, ugyanis nincs nagyon kedvem újra szerezni mindent, ami van. Hogy nincs kedvem. Elég is mit tudok. Ja, most nem. És a hol hagytam meg? Itt. You don't have permission to use this command. Jól van. Sajnos ezt kell végrehajtanom. És hol? Miért nem működött a gravestone? Miért? Miért? Rohadjál meg, te buzi. Ez a rohadt gravestone-od nem működik. Hiszem el. Oda minden. Jó, azért nem. Alig ott nálam valami, de... Aztán az volt amúgy a baj, hogy felugrottam abban a pillanatban. Persze ez a rattulás meg megvan. Húzzá haza. Te is ennyi anyád. Magma Cube, jó, igen. Más nem akar megölni. Ez a hülye dombó is mennyi már haza. Hol a kapu? Hol a kapu? Menjél innen! Menjél meg! Kövessék! Megvárlak! Hol a kapu? Még követ? Anyádat? Anyád? Áááá! Meg fog halni! Jó. Vesz. Az a mi? Jó. Rögtön jövök. Remek. Legalább valamin van. Így viszont szerintem ki tudom próbálni, hogy ebben se tudok repülni? De, tudok. És van itt kobalt is. Szóval megjelöljük, hogy egy újabb kobalt, ugyanis ebben sajnos nem tudom kiszedni, ami most jelenleg van. Ez itt a portál. Valaki amúgy azt írta előző kommentben, hogy Netherbe át kell mennem, hogy a Denevérrel tudjak repülni, úgyhogy ezt most ki is próbáljuk. Talán ezt megnyomjuk. Nem. Nézzük csak.
És igaz. Hát ez nagyon jó. Köszönöm amúgy a kedves kommentelőnek, aki írta. Így egy kicsit legalább könnyebb lesz az életem, hogyha már mindenem legalább elveszett, akkor legalább halljak meg, értedek? Hogy legalább, ha már mindenem elveszett, akkor legalább legalább tudjak repülni, úgyhogy ez tényleg igaz. Nem igazából ezt tudom menni, mi? Mindent ide beledobálunk, ezt nem. Ez is jött ide. Legalább valami quartz megmaradt. Te meg gyere ide. Így. Mi minden volt nálam amúgy? Hát úgy néhány dolog, mondjuk főleg a gyémántsákkal nyizgat. Amiért most akkor csinálok is egy újat. Nem csinálok egy újat. Ugyanis nagyobb terveim vannak mára. Még egy kicsit a Tinker's Construct nevű moddal is szeretnék foglalkozni, ami miatt mondjuk pont kobaltot mentünk keresni. Szóval... Remek. Szóval Tinker's Construct, ez ilyen süski a cuccod típusú dolog, ami egész nem mással indul, mint azzal, hogy brick, csak nem teszem be milyen brick. Értem, mint meglátom, mondom. Seared brick. Amihez grout kell, amihez nem más, mint clay, sand és gravel. Szóval kettő dolog ebből nekem van. Sand, gravel, csupán clay nincs, de van, ugyanis, itt benézünk, akkor itt van nekünk clayünk, ebből lesz 30 darab és van néhány. Az összes kell, 52 eddig, és legközelebbi clay forrás az mondjuk itt van. Hogy tudunk ezzel is mostantól foglalkozni, mondjuk nem tudom, 64 darab az mire lesz elég, úgy, de valamire biztos. Legalábbis ebben a hitben élek. Úgyhogy ez nem más, mint ezt és ezt így összerakni, abból lesz 264 grout, amit itt ki tudunk sütni, szóval pillanat és jövök. Vagyis hát igazából még kisül, addig tudunk dolgozni néhány fontosabb eszközön, vagy inkább ilyen lerakható dolgon. Szóval, nekünk legelső dolog, ami kell, vágom még ezeket egyáltalán meg. Szóval itt a Materials and You könyv, amit ha kinyitunk, akkor kapunk egy ilyen Learning to Zinge nevű dolgot, szóval itt van Getting Started és Receipts, itt bemutat néhány dolgot nekünk. Első dolog, amit szerezünk, az ilyen blank pattern. Úgyhogy ebből van itt 32 farm, ezt így átalakítjuk. Nem a caps lockot nyomjuk meg, a shift helyett. Remek. Ebből csinálunk sticket. Kellene fog az összes. Jó. Úgyhogy az első dolog, amit kell csinálnunk, azt így csináljuk, és ez nem más, mint egy stencil table. És amint ezt megcsináljuk, kapunk egy ilyen kis
mi az, újabb könyvet, ami ugyanaz egy részre, csak itt bemutatja az összes alapanyagot, illetve összes ilyen modifiert, hogy mit és hogyan kell csinálnunk. Ez egyelőre nem kell nekem, nekem a következő recept kell, ami nem más, mint egy fával történik. Szóval itt, ami maradt ki előbb, fánk, azt rakjuk ide. Már minden fánk, hanem fánk, értek? Remek, az jöhet igazából mellé a Part Builder. Igen, Stencil Table bejönnek ezek. Part Builder. Jó lesz az. Ezután kell nekünk egy valami pattern. Tool Station kell nekünk, igen. Az pedig egy crafting table. És egy part builder. Vagyis egy blank pattern. Illetve csinálnék még egyet. És a legutolsó dolog, ami még használható számunkra, az egy pattern chest. Remek. Szóval ezt mondjuk ide rakjuk. Így pattern chest az ez mellé, nem? Így. És akkor itt van az összes patternnek a helye. És először ahhoz, hogy valamit létrehozunk, közben hagyjál a growth. Remek. Szóval először, hogy valamit így összehozzunk, kelleni fog nekünk az a másik könyv, amit azt hiszem mindenhoztam, igen. Szóval materials and you. Tools. Csinálhatunk vele pickaxe-et, szóval csákent, és nekem rögtön ez lenne az első dolog, amit szeretnék vele csinálni. Kell hozzá egy pickaxe-ed, egy tool-od és egy tool binding. Szóval ezt az összeset gyakorlatilag meg kellene szereznünk. Kell hozzá egy, ismételten megnézem, tool rod. Túrod. Next pattern, pickaxe head, next, shovel, ez most nem kell, nem kell, nem kell. Nekem a tool binding fog kelleni, és magamhoz veszek most néhány követ. Ami, és a part builderben ide rakom a követ, ide pedig a dolgot, amit szeretnék csinálni, szóval a pattern-t. És itt mutatja, hogy mennyi a material cost, ez itt 1, ez 0,5, ez is 0,5. És mivel adott nekünk egy ilyen stone shardot is a 0,5, ezt is felhasználhatjuk, és kapunk egy tool rodot is. És valahogy így fog kinézni a cserkányunk. Ez át kell mennünk a tool stationbe, itt kiválasztanunk szépen a cserkányt. És itt összeraknunk, lesz egy stonebound pickaxe-ünk. Nem szeretnénk ezt egyértelműen, hanem szeretnénk helyette egy másik dolgot is. Azt pedig ezekkel fogjuk megszerezni. Mondjuk 16-ot csinálhatnék. Remek. És kaptunk egy újabb könyvet, ez pedig a Mighty Smelting, ami bemutat minden fontos dolgot számunkra. Szóval ahhoz, hogy egy smelterit csináljunk, ugye a smeltery az egésznek az alapja, ahhoz, hogy egy smelterit csináljunk, kell nekünk egy 3x3 alap. Így. Amit így megtöltünk szépen. Szírt brickkel, majd így a szélén is átvezetjük a dolgot, és mondjuk még ebből sajnos csak egyet tudok kitenni, viszont nekem még egy kellene,
vagy mondjuk még több. De mielőtt ezt egészet megcsinálunk, kell nekünk ezt a smelterig controller. A smelter controller, azt így körbe rakjuk ezt a szél brick set, és kapunk ezt a smelteri controllert, aztán kell nekünk egy szírt tank, ami egy üveg középre, és a körbe rakott dolog, szóval kell nekünk még egy sand. Ezt addig ki kell vennünk. Még ez itt megcsinálja nekünk a kellő üvegünket. Gyakorlatilag még egy üveg szerintem fog majd kelleni, de nem baj. Szóval ezt is így megcsináljuk. Üveg középre. Sear the tank. Ezt közben föl is állíthatjuk szerintem. Illetve pattern chestbe ezeket itt be is rakhatjuk. A harmadikat azt benne hagytam itt, de azt is ide rakom. Szóval a smeltery controllert azt általában én ide szoktam rakni, szigertettánket ide. Ide még kell nekünk egy következő ilyen dolog. Viszont nem, gyakorlatilag nem kell. Angry falus zombi. Ez ilyen újfajta ilyen, meg nem volt. Szóval gyakorlatilag kell nekem egy na mindegy, akkor összerakom igazából ezt a csákánt, és aztán így jó lesz. Ezt is kidobtam. Jó, szóval így megvan a csákányunk. Ez így el is nevezhetnénk, de nem akarom most. Ezt itt kiütöm. Leteszem ide. És a másik felén is megcsinálom ugyanezt, és ezt pedig leteszem ide. És ide nem mást fogok tenni, mint egy smeltery drain-t. Csak miután aludtam. Majd alszok. Tudjak aludni, kösz. Jó. Alszunk, remek. Eszünk. És csinálok egy smeltery drain-t, ami ez. Ez csak 6 darab ilyen dolog. Igazából 2. Csinálok. Okay. És ahol kiadtam itt helyeket, oda leteszem a smeltery drain-t csak így. Így. Kell nekem egy ilyen, azt tudom igazából, hogy fejből hogyan kell csinálni, csak a nevét nem tudom most. Fuckwet. Vagy bárhogy is kell ezt mondani, azt így rá kell nyomnom erre. Meg erre. Mondom arra. Nem így a levegőbe. Oké, itt kiütöm a blokkot. Jó. És az utolsó dolog, ami kell nekem, nem más, mint valahol itt lesz. Hát valahol biztos. Nem tudom, hol. És nem teszem be pont a neve. Itt van, jó. Casting table. Ez pedig így. Így, és kellene fog nekem egy ilyen is, hogy ezt így, igen, casting basin. Szóval a casting table-t ide teszem. Casting basin-t meg ide, amúgy át fogom ezt építeni rész után, csak hogy addig legyen valahogy még megcsinálva. Ez is kész van, csak ennyi lett sajnos, úgyhogy majd újra fog kellene még egy kicsit csinálni.
Viszont ezt persze csak a következő részben, ugyanis ebben a részben az volt a célom, hogy átmenjünk a Netherben, ne halljunk meg, ami sikerült többször is. És az, hogy elkezdjem egy kicsit a Tinker's Constructot. Szóval akkor a következő részben folytatjuk a Smelter is dolgot. Addig is, sziasztok!